Sziasztok, üdvözölek titeket újra a csatornámon, és istenhozok titeket a vlogmasz következő részében, amiben nem másról fogunk beszélgetni, mint last minute ajándék ötletekről, és igyekeztem olyan ajándék ötleteket összegyűjteni, aminek egyrészt én magam is nagyon örülnék, aminek tudom, hogy örülne a férjem mondjuk, de ugyanakkor ajándékozható egy nőnek, vagy egy férfinak is, úgyhogy abszolút mind a két nemet meg tudjátok vele lepni, nagyon unisex ajándékok, de azért lesz benne olyan, amit szerintem szét lehet szedni, és az adott személy stílusára szabni, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok az én hat klasszikus ajándékotletembe, akkor mindenképp tartsatok velem. Ahogy említettem nektek, én próbáltam úgy gondolkodni, amit mondjuk én is szívesen fogadnék, én is szívesen adnék, és mondjuk férfinak, nőnek is adható. Tehát amikor elkezdtem ezen a videón gondolkodni, én is szétszettem, hogy öt ajándékötlet férfiaknak, öt ajándékötlet nőknek, de aztán rájöttem, hogy a legtöbb, amit felírtam, így fedi egymást, és mi lenne, ha mondjuk egy olyan videót csinálnék, ahol mondjuk ez bármelyik nemnek adható lenne. Úgyhogy az első ilyen ajándékötlet, amit én fel is írtam magamnak, az nem más, mint az óra. Mert hogy ö, manapság már nem nagyon tudnék, magamon kívül, olyan nőt vagy férfit mondani, aki ne viselne órát. Már nem is kifejezetten a klasszikus órák a, divatosak, vagy a menők, a trendik, hanem ezek az okos órák, akár gondolok itt Apple Watch-ra, vagy van a Huawei-nek is nagyon-nagyon jó okos órája, de ahogy én tudom, már van a Samsungnak is. De ha valaki mondjuk nem szeretne ilyen magasabb árkategóriájút vásárolni, akkor például azt tudom nektek mondani, hogy az Avonnak nagyon-nagyon jó okos órái vannak, az Avonban van kifejezetten nő, illetve férfi okosóra is, egyébként én magam is szeretnék egyet szerezni magamnak, mert egyrészt tök jó, hogyha sportolsz, mert nézi a, a pulzus számot, méri, tudod figyelni a lépésszámot, rengeteg mindent be tudsz írni, össze tudod kötni a telefonoddal, ha a telefonod nincs éppen nálad, akkor ott az órád, ami jelez neked, ha mondjuk időpontod van, szóval nagyon-nagyon hasznos egy okos óra szerintem, és amúgy kifejezetten jó ajándék lehet. Az én férjemnek is okos órája van, meg nem mondom melyik fajta, Huawei, ezt egy ismerőstől vásároltuk anno, nagyon-nagyon szereti, és meg van vele elégedve, és én is szervezek egyébként egy avonos okos órával, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy okosóra akár férfinek, akár nőnek nagyon-nagyon jó ajándék lehet, hogyha megengedheted magadnak, hogy magasabb árkategóriát választ, és mondjuk tudod, hogy az adott személynek, akinek te vennéd, de hát nyilván, hogyha ilyen árkategóriába gondolkodsz, akkor csak is kiválóan a közérdőkorról lehet szó, tehát egy kollégának, ismerősnek, barátnak nem fogsz mondjuk Apple Watch-ot venni. Én mindenképpen azt javasolnám, hogy vagy Apple Watchot vásárolj, ha megteheted, vagy pedig Huawei okos órát, de tényleg azt mondom, hogy az interneten már bármit megtalálsz, és bármit bármilyen össze tudsz hasonlítani, úgyhogy szerintem ez egy klasszikus és jó ajándék. Ha nem kifejezetten okos órát szeretnél, akkor... Én például tavaly egy fakarórát adtam a férjemnek, mert tudom, hogy nagyon-nagyon szereti az órákat. Alapból óramániás, és úgy voltam vele, hogy akkor kapjon egy különlegesebb darabot, úgyhogy vásároltam neki egy fakarórát, de például, hogyha nőnek szeretnél egy klasszikusabbat, akkor én mindenképpen saját példámból kiindulva egy Michael Kors órát adnék, vagy például Daniel wellington vagy esetleg, hogyha mégis azt mondom, hogy minőségit szeretnél, de nem szeretnél rá annyit költeni, akkor azt hiszem, még ott van a Fossil márka, ha jól ejtem, ebben nem vagyok biztos. Úgyhogy rengeteg, de tényleg rengeteg sok ötlet van az interneten, a lehetőségek tárhelye az végtelen, vagy tárháza az végtelen. Úgyhogy szerintem egy óra, akár okos óra, akár klasszikus, egy nagyon-nagyon jó ajándékötlet tud lenni. A második ajándékötletemet én a kreatívabb lelkeknek ajánlanám, vagy akik szeretnek leülni, kreatívkodni, legózni, festeni, hasonló, mert hogy uh, itt kettészettem, igazából van az úgynevezett Lego árt. ebből is tudtok olyanokat találni, majd uh, len az infofox-ba linkelek nektek pár példát, ami kifejezetten férfiaknak való, és kifejezetten nőknek. Azt hiszem, uh, van olyan, amiből nem akarok ilyeséget mondani, Marilyn monroe tudjátok kirakni talán, vagy elvis Ez simán szerintem tök jó ajándékötlet nőknek. Ha esetleg ö, a párotok mondjuk Star Wars rajongó, mint az én férjem ismerő, tavaly kapott egy Star Wars-os regoártot, akkor tökéletesen ajándékötlet lett neki. Az én férjem egy délelőtt alatt kirakta, szó szerint reggel 8-kor elkezdte, és végzett vele, annyira lekötötte és élvezte egyébként, és egyébként ezekből általában három különböző képet lehet kirakni, és azt hiszem, ha mondjuk férfinak szeretnétek, vagy a páratoknak, akkor van vasemberes is, legalábbis tavaly volt, és én nagyon nagy gondba voltam egyébként tavaly, mert az én férjemnek a kedvenc Marvel hőse az Thanoson kívül, mert mióta végtelen háború, meg a nem tudom micsoda kijött azóta, csak Thanos van, Um, azon kívül egyébként a kedvenc karaktere a Vasember volt régen. Na most viszont jócsőbe húztam magamat, mert amúgy imádja Thanos-t, imádja Pókembert, meg egyébként, hogy az egész Marvel és Sony Univerzumot szereti. Szóval igazándiból az én fedjének nincs kedvence. De gondba voltam, mert volt Vasember, és tudtam, hogy szereti a Vasembert, de volt Star Wars, ami viszont egy örök klasszikus a mi kapcsolatunkban. Tehát um, ő is szereti a filmeket, nekem az az abszolút kedvenc filmem, úgyhogy itt igazán nagy bajba voltam, végül a wars választottam, és meg is dicsért, hogy ügyes voltam. Mm -hmm. Úgyhogy uh, rengeteg ötlet van. Viszont, hogyha egy női rokonodat, vagy ismerősödet, barátodat szeretnéd meglepni, én felírtam magamnak a gyémánt festőszettet, ami szerintem ultramenő, és egyébként én is szemezek vele, bár rólam azt tudni kell, hogy engem ezek annyira nem kötnek le, úgyhogy uh, ezért is... Uh, ültettem ezt a témát egyelőre kis padra, mert engem tudom, hogy ezek annyira nem kötnek le. Viszont nagyon-nagyon szép képeket lehet ebből is kirakni. Szintén nagyon-nagyon jó ötlet egyébként ehhez kapcsolódóan még, hogyha van olyan ismerősöd, aki szeret varni. Vannak ezek a varható képek, ahol egy konkrét motivumot kell így körbevarnod hogy gyakorlatilag, vagy kivarnod, nem tudom, hogy erre mi a, a megfelelő kifejezés, de az is egy nagyon-nagyon jó ötlet lehet, illetve vannak olyan festőképek is, erről kifejezetten tudom, hogy az egyik ismerősömnek több is van már, ő nagyon szeret ezzel foglalatoskodni a szabad idejébe, ahol számok szerint kell színezned és festened, és gyönyörű szép tájképeket lehet belőle festeni, és azt utána ki is tudod tenni magadnak a falra, úgyhogy nagyon-nagyon jó ötlet szerintem a Lego árt, hogyha olyan beállított a párod, barátod, rokonod, vagy a gyémánt festőszett, vagy ezek a festőszettek, vagy ez a varrószett is igazándiból, vagy hát ez, amikor így kivarod a képet, gyakorlatilag nem tudom, mi a pontos megnevezése. Szerintem ezek is nagyon-nagyon jó ötletek lehetnek, hogyha kreatívabb embernek szeretnél ajándékot. A harmadik dolog, amit én felírtam, az gyakorlatilag bármilyen elektronikai cikk. Na most ugye ez megint egy olyan dolog, hogy általánosságban véve ezt közelébb rokonnak szoktuk adni. Gondolk itt egyébként új telefonra, ha szüksége van rá az illetőnek. Általában az apukák, nagypapák, nagymamák, azok, akik nem szeretik így, csak ha nagyon muszáj mondjuk lecserélni a telefont. Rengeteg jó minőségű, most már alacsonyabb kategóriájú telefont lehet kapni, úgyhogy ha esetleg apukának, nagypapának, nagymamának szeretné ajándékot, én a telefont is tudom javasolni. Ha mondjuk férfiként nézed ezt a videót, és mondjuk szeretnél a feleségednek, barátnődnek, mennyasszonyodnak, bárkinek, anyukának, anyósnak ajándékot venni. Nagyon-nagyon népszerűek és divatosak mostanában ezek a meleg levegős sütők, arra mondjuk én is vágyom. Például, ami szintén nagyon trendi lett, úgymond, az a robot porszívó. Az is egy nagyon-nagyon jó ajándék lehet, iszonyat jó áron lehet már kapni, de például ilyenkor érdemes mondjuk egy táblagépre beruházni, szerintem az is, tehát ezek hasznos dolgok. Én mindig úgy próbálok meg karácsonykor is gondolkodni, hogy olyan adjak a másiknak, olyan dologba gondolkodjak, ami hasznos. Tehát aminek én is örülnék, és amit én is szívesen adok. Tehát most ne az legyen, hogy bemész a DM-be, veszel a, a valamilyen szettet, vagy a rossz mamba, teljesen mindegy, mert mert tényleg egy olyan dolgot adjunk, ami hasznos, és tudod, hogy utána az illető, hogyha előveszi bármikor az év közepén is, tudni fogja, hogy oké, okay, akkor én ezt tőle kaptam, és milyen jó, hogy én ezt megkaptam. Szintén elektronikai cikkhez sorolnám egyébként, ha mondjuk van egy olyan rokonod, a családban mondjuk kamaszkorú lány vagy fiú rokonod, akiről tudod, hogy szeret tiktokozni, és mondjuk meg szeretnéd lepni, akkor nagyon-nagyon jó áron lehet mostanában már ilyen gyűrűfényeket is kapni, ilyen ring lightot, amit ugye mondjuk én is használok, vagy ha mondjuk van egy ismerősöd, aki komolyabban foglalkozik a fotózással, akkor softboxot is tudsz neki Ezeket mind-mind nagyon-nagyon jó áron lehet elérni, de ha nagyon szeretnénk megmaradni a klasszikus háztartási cikkeknél, akkor én melegszívvel ajánlok bármilyen konyhai eszközt is, hiszen ezek mind-mind hasznosak, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy sem sem tart azt, hogy te előtte egy kicsit informálódj. Tehát nem kell neked úgy konkrétan rákérdezni, hogy mégis és mit szeretnétek a vagy bármi, hanem elmész hozzá, beszélgetsz, feldobsz egy témát, elkezd valamiről beszélgetni, és hidd el, hogy így magától jönni fognak ezek a dolgok, és így egyszer csak így megvilágosodsz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az elektronikai cikkek azok mindig nagyon-nagyon jó ajándékötletek tudnak lenni. Menjünk is tovább, mert van itt kettő gyakorlatilag élménnyel kapcsolatos ajándék. Ha esetleg te szeretnél egy élményt adni, de nem igazán tudod, hogy miben gondolkodj, hogy étterem, bortúra, utazás, akkor nagyon-nagyon jó ajándékötlet tud lenni neked a Feldobox. Mert hogy a Feldobox esetében te veszel egy konkrét témát, mondjuk étterem, kaland, utazás, pihenés, valami még van, majd itt is lelinkelem a feldoboxnak az oldalát, úgyhogy rengeteg féle csomagból tudsz választani, és a csomagon belül tudsz egy konkrétumot kiválasztani, viszont van vagy 50 lehetőséged. Nem akarok hülyeséget mondani, 30 lehetőség közül biztos tudsz választani. Úgyhogy ha esetleg te valami konkrét élményt szeretnél adni, de nem tudod, hogy mit, akkor a feldobox az egy tökéletes ajándék ötlet lehet. Én is egy ismerősömtől értesültem egyébként erről a feldoboxról, és nagyon sokáig én nem tudtam, hogy létezik ilyen. Viszont aztán egyszer felmentem az oldalra, megnézegettem, hogy mikből lehet választani, és első osztályúak a programok, de tényleg, szóval abszolút nagyon-nagyon tudom nektek ajánlani, ahogy említettem az oldalt, majd lelinkelem nektek lenne a leírásban, és fantasztikus, de tényleg. Egyébként euh, tudsz úgy választani is, hogy euh, mondjuk valakivel közösen használod fel, szóval a legtöbb program az olyan, hogy valakit vihetsz magaddal, és van amúgy sétarepülés is, amit szerintem tök jó, úgyhogy mindenképpen érdemes megnézni. Viszont ehhez kapcsolódik a következő ötlet is, hogyha esetleg tudod konkrétan, hogy mit szeretnél adni, egy utazás fantasztikus élménygyűjtés. Tehát mai világban, pláne így a pandémia idején, az elmúlt két évet tekintve szerintem nincsen nagyobb ajándék, mint amikor kimozdulhatsz, élményeket gyűjthetsz, és mondjuk azzal tudod ezeket az élményeket megszerezni, akit mondjuk a legjobban szeretsz a pároddal, szóval ha mondjuk tudod, hogy a szüleid régóta szeretnének elmenni Velencébe, nagyon-nagyon jó áron lehet már lepjegyet, vagy szállást találni, úgyhogy igazándiból az élménynél jobb ajándék nincsen hiszen az maga az ajándék, és az mindent felülír. Úgyhogy, ha van egy konkrét ötletet tényleg, hogy tudod, hogy mire vágynak régen, vagy tudod, hogy a párod mire vágyik régen, és megteheted, akkor mindenképpen egyébként egy utazást, egy élményt adnék ajándékba. És az utolsó ajándékötlet, az gyakorlatilag egy ilyen kellemes, de hasznosra jellegű ajándékötlet, régóta halogatott projekt. Mondjuk, Ugye, igazából a mi esetünkben is úgy volt, hogy ez lesz a negyedik karácsonyunk, és már nagyon-nagyon nem tudjuk, hogy mit adjunk a másiknak, mert Istennek hála vagyunk abban a helyzetben, hogyha tényleg valakinek valamire szüksége van, vagy valamit nagyon szeretne, és tényleg egy hasznos dologról van szó, akkor meg tudjuk magunknak venni. És egész évvel a jóta gondolkodtam, hogy mégis mit tudnék a férjemnek adni. Úgyhogy megbeszéltük, hogy idén lesz egy közös ajándék, amit igazából mindketten szeretnénk, mindketten hasznosnak találunk, és úgy vagyunk vele, hogy ez ami mindennapi életünket egy picit megkönnyítené. Erről majd beszélek esetleg egy későbbi videóban, hogy ez mi volt, de egy régóta halogatott projekt zseniális ajándék lehet mondjuk Tegyük fel, hogy azt mondjátok, hogy igen, tudnék ezt, azt, azt venni, de egyik sem olyan, hogy nagyon jó, de mondjuk tudjátok, hogy mind a ketten szeretnétek felújítani a konyhát, mert neked nem tetszik a csempe, a páronak nem tetszik a bútor, és akkor azt mondjátok, hogy jó, akkor ne költsünk hülyeségre, hanem újítsuk fel a konyhát vagy régóta halagotott projekt, hogy jó, akkor most ne költsünk mert az a az XY 10.000 forint is, ha mondjuk beletesszük önerőnek egy lakásba, akkor mondjuk januárban lehet, hogy meg tudjuk venni álmaink lakását. Vagy gondolok itt arra, hogy mondjuk új kocsit vásárolunk, vagy egy egy szekrény, szóval ami tényleg ilyen nagyobb vonul, vagy mondjuk felújítani a garázs. Ez mind, mind olyan dolog egyébként, amit feltétlenül úgy is megcsinálnátok, de akkor tényleg azt mondom, hogy üljetek össze, dugjátok össze a fejeteket, és az tényleg olyan legyen, ami, amiben belevágtok, ami tényleg mindkettőtöknek egy megnyugvás lesz utána, és azt mondhatjátok, hogy ebbe benne vannak az én ötleteim, ebbe benne vannak a te ötleteid, és ez tök jó, mert tényleg egy közös dolog. Én azt mondanám egyébként, hogy mostantól lehet, hogy minden évben az lesz, hogy inkább valami közösen kitalálunk, mert ahogy említettem, nem nagyon tudunk már eh, mit kitalálni a másiknak, úgyhogy egy régóta halogatott projekt, ami mondjuk azt mondod, hogy nem annyira fontos, de mégis jó lenne, hogyha meg lenne, az tökéletes karácsonyi ajándék lehet, és az az igazság, hogy eh, én igazából ennyit írtam ide össze, ahogy említettem nektek, eh, igyekszem mindig úgy gondolkodni, ha ajándékozásról van szó, hogy hasznos, lényeges dolgokat adjunk, aminek én is örülnék, ha kapnék, és jó érzéssel adom is, mivel tudom, hogy mivel én örülnék, ezért feltétlenül a másik is örülni fog neki. Mindig érdemes egy picit tájékozódni, a karácsonyi ajándékokra való felkészülés, megvásárlás az gyakorlatilag nem decemberre halasztandó, ez egy kicsit ilyen last minute ötletek, amiket még bárhol be tudtok igazából szerezni, vagy még mi mindig meg tudjátok valósítani. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor az mindenképp jelezétek felém egy lájkkal, és hát remélem, hogy holnap is találkozunk. Sziasztok!